közgyűlés. Újabb gyűjtőakció a jelenleg is Kínában tartózkodó Pecsét István további gyógykezelésére. Virágosítás. A 17. alkalommal megrendezett versenyre összesen 85 pályázat érkezett különféle kategóriákban. Döntetlen. A női vízilabdázók 11 gólos döntetlent játszottak a BVSC csapatával. Köszöntöm nézőinket, önök a Dunaújváros TV híradóját látják. Rendkívüli. Dunaújváros megyejogú város közgyűlése rendkívüli ülést tartott a városházán, amelynek egyetlen egy napirendi pontja volt újabb gyűjtőakció szervezése a jelenleg is Kínában tartózkodó Pecsét István további gyógykezelésére. Még 4 millió forintnyi támogatásra van szükség. De sajnálatos betegségről szerezhettünk mi dunaújvárosiak tudomást Pecsét István barátunk vonatkozásában. 2016 elején, évelején, egészen a koranyári hónapokig városunkban, hál' Istennek, egy soha nem látott összefogás, egy soha nem látott akció indult meg. Cserna Gábor polgármester a 2015-ben a városlakók számára bemutatott rákbetegséggel küzdő Pecsét István helyzetének felidézésével kezdte a csütörtöki rendkívüli közgyűlést, amelyen egyetlen napirendi pont szerepelt, egy újabb gyűjtőakció szervezése. A további úgynevezett kiegészítő kezelésekhez még 4 millió forintra van szükség. A kezdeményezés mellé két meghatározó építőipari nagyvállalat is csatlakozott. Látván az újabb gyűjtésnek a szükségessége, e kettő meghatározó építőipari vállalkozás tulajdonosi köre úgy gondolta, és köszönöm mind a kettő KFT ügyvezetésének, tulajdonosi körének, úgy gondolta, hogy ha az önkormányzat úgymond megelőlegezi a gyűjtésre szükséges 4 millió forintot, amennyiben nem teljes eredménye zárul ugye ez a gyűjtés, abban az esetben is a két KFT, és erről döntött a közgyűlés, ez beépült a határozati javaslatba, készfizető kezességet vállal az összeg támogatás visszatérítéséhez. Kótai Henrietta, a Grabarics Kft. Marketing vezetője elmondta, ők személyesen is megismerték Pecsét Istvánt. Egy hasonló sorsú kollégánk, barátunk kezelésének a lehetőségeit kutatva jutottunk el Istvánhoz, aki akkor már a Fuda központban volt Kínában, és Istvánt kértük meg arra, hogy segítsen nekünk az ottani orvosokkal felvenni a kapcsolatot, és felkutatni, feltárni azokat a lehetőségeket, amivel saját kollégánk gyógyulását biztosítani tudjuk. Pecsét István támogatása mellé állt, és a kezdet óta szervezi, koordinálja a gyűjtőakciót Kovács Judit, a DVG ZRT igazgatósági tagja. A feladat az úgy gondolom, hogy abban folytatódhatna, hogy megkeressük azokat, akik egyelőre úgymond lemaradtak a tavaszi akcióról. Egy kicsit akkor komolyabb felhajtás volt, aztán ez a folyamat egy kicsit elült, úgy gondoltuk, hogy minden rendben van, István gyógyul. Időközben ugye kiderült, hogy további kezelésekre és kinttartózkodásra van szüksége, ez egy kicsivel több pénzre van szükség. Úgy gondolom, hogy ezt az akciót, ezt a lendületet most köszönve a két KFT-nek, akik úgymond ezt az elült folyamatot egy kicsit most lendületbe hozták, és ez alapján kérünk mindenkit, hogy folytassuk a támogatást, és adjuk meg a lehetőséget, hogy ez a fiatal ember meggyógyulhasson. Az új kezelés még 5-6 hónapot fog igénybe venni, amely után remélhetőleg István teljesen meggyógyul. A gyűjtés köré jótékonysági programokat is szerveznek. Az egyik ilyen például egy városi gyermekrajzverseny. Óvodások és iskolások alkotásait várják november 4-éig, amelyekre licitálni lehet. A legszebbeket díjazzák és kiállítást is rendeznek belőle. Egy jótékonysági est pedig november 26-án lesz a Bartók Kamaraszínházban. Országjárás. Nyáron indított országjáró sorozatot a Lehet más a politika. Ennek egyik állomásaként látogatott el Dunaújvárosba Ikotics István országgyűlési képviselő. Mint mondta, a kezdeményezéssel a céljuk egyrészt meghallgatni az embereket és megismerkedni a véleményükkel. Másrészt pedig, hogy ezúton mondják el az LMP milyen módon jelenthet megoldást az ország problémáira.
A képviselő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a legnagyobb gazdasági problémát jelenleg a munkaerőhiány jelenti. A legnagyobb gazdasági jellegű problémája Magyarországnak, hogy óriási a munkaerőhiánya. Nyilván az alacsony bérek elsősorban ennek az okai. Hogyha magasabbak lennének a bérek, lényegesen kevesebb probléma lenne. Kezdjük szépen sorjában. Legelőször az látható, hogy Magyarországon, hogyha egy cég munkaerőt keres, alkalmazottakat keres, akkor komoly gondja adódik. Többféle adat támasztja ezt alá. A Központi Statisztikai Hivatalnak a 2016 évi második negyedéves jelentése szerint 55 ezer betöltetlen olyan álláshely van, ha keresnének munkavállalókat, de nem találnak. Hozzátette erre a társadalmi problémára a megoldást, a megfelelő bérszínvonal biztosítása, az adórendszer megváltoztatása, valamint a szakképzési rendszer átalakítása jelentheti. Virágos Dunaújvárosért, ezzel a címmel szervezett városunk önkormányzata több hónapon át tartó versenyt a lakók számára. A 17. alkalommal megrendezett versenyre összesen 85 pályázat érkezett különféle kategóriákban. Elismerés az egyik legszebb előkert tulajdonossának, Kóbor Etelkának. Többek között ebben a kategóriában is nevezhettek a városlakók az idén 17. alkalommal megrendezett Virágos Dunaújvárosért versenyre, amelyre 85 pályázat érkezett. Szerettem volna, ha szép előkert van a ház előtt, és nem egy gazos fű, de városi lakó lévén nem igazán értettem hozzá, tehát első feladatom az volt, hogy felmentem az internetre, tájékozottam egyáltalán, milyen virágokat lehet ültetni, mik azok, amik megfelelnek, ott előttünk nagyon erős nap van az ilyen napos helyre, és akkor miután láttam, hogy mi van, kiválasztottam, és elképzeltem, hogy hogy néz neki, és utána fogtam és kiültettem, és tényleg nagyon szép kert lett belőle. Második helyezést ért el a hajléktalan ellátó centrum a legszebb előkert kategóriában, és nagyon sok munka van ebben, mert a kollégák irányításával minden ott lakó részt vett a kertnek az elkészítésében, annak a folyamatos gondozásában. Hát nagyon sokat kell ott öntözni, locsolni, mindenféle munkát végezni, mert szerencsére egy nagyon szép nagy területünk van. Petrovicskiné Angerer Ildikó környezetvédelmi osztályvezető úgy véli, közösség kovácsoló ereje van egy ilyen jellegű, több hónapon át tartó versenynek. Egyrészt közösségépítés, másrészt pedig mennyivel szebb és esztétikusabb egy virágos környezetben élni. Ezzel egy kicsit a panel rengeteget és városunkat szépíteni tudjuk és virágosítani. Ezek a balkonok, előkertek, növények nem csak azoknak szépek, azoknak nyílnak, pompáznak, akik elültetik őket, hanem a többieknek is, akik látják, csodálkozhatnak. Hogy... A pályázat eredményhirdetésén Cserny Béla önkormányzati képviselő is köszöntötte a versenyzőket. Azt mondja, a város életében mindig fontos pillanat az, amikor bebizonyítjuk, hogy Dunaújváros nem egy poros, szürke iparváros. Én azt hiszem, hogy a város életében igenis fontos az, hogy a civil lakosság mennyiben tud bekapcsolódni, és mennyiben vállal szerepet a városuknak a szépítésébe, hiszen ez mint magában a névben is benne van, egyébként közterületeken zajlik zömmel. Ugye, aki nem a családi házas zónában pályázik, úgyhogy nagyon fontos a város életében, hogy bevonjuk a lakókat ebbe a virágosításba. A Virágos Dunaújvárosért versenyt 2017-ben is megszervezik majd, hiszen a cél egy élhetőbb, zöldebb és esztétikusabb környezet kialakítása. A Spártai Hős, ez a címe az Intertiza Múzeum legújabb előadásának, amit október 28-án 17 órakor tartanak az intézmény harmadik emeleti előadótermében. Dr. Szabó Zoltán a Szent Pantaleon Kórház belgyógyásza tart beszámolót megmérettetéséről, az Atén és Spárta közötti görög futóversenyről. A spártatlon magyar csapat első dunaújvárosi versenyzőjeként teljesítette a 246 kilométeres távot, az Akropolisztól egészen a Leonidas szoborig. A 370 versenyzőből 83. befutóként haladt át a célvonalon. Az előadás minden érdeklődő számára térítésmentesen látogatható. Ünnepi nyitvatartás. A hosszú hétvége miatt megváltozott nyitvatartási időben várják a könyvbarátokat a József Attila könyvtárban.
Az intézmény október 29-én délután látogatható, így a gyermekkönyvtár 13 és 18 óra között, míg a felnőtt könyvtár 13 és 18 óra 30 perc között várja az érdeklődőket. A könyvtár október 30-án, 31-én, illetve november 1-én zárva lesz. November 2-a szerdától a megszokottak szerint látogatható a József Attila könyvtár. Kerti hulladék égetés, az őszi időszak egybeesik a kerti munkálatok végével is. A szakember azt mondja, a kerti hulladék ártalmatlanítására a leghatékonyabb és legcélra vezetőbb módszert a komposztálás jelenti, ugyanis ebből termőföld keletkezik. Ha erre nincsen lehetősége a lakóknak, a hulladék kezelő közszolgáltató biztosítja a kerti hulladék elszállítását. Emellett pedig önkormányzati rendelet betartásával hulladékégetésre is lehetőség van. Az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatban a környezetvédelemről szóló rendeletünkben, önkormányzati rendeletünkben egy egész fejezetet szentelünk az avar és kerti hulladék égetéses ártalmatlanításának. A 23/2015-ös önkormányzati rendeletről van szó. Október 1-e és április 30-a között megfelelő szabályok betartásával elégethető az avar és kerti hulladékégetés hétköznapokon, 9 és 17 óra között, épp azért, hogy a kedvezőtlen időjárási viszonyokat elkerüljük. Változások a tömegközlekedésben. A Minden Szentek miatti hosszú hétvégén megváltozott menetrend szerint közlekednek a MÁV csoport szerelvényei. Eszerint október 30-án és október 31-én munkaszüneti napra vonatkozó menetrend szerint közlekednek a vonatok. November 1-én pedig a vasárnapi menetrend alapján lehet utazni. Az esetleges fennakadások elkerülése érdekében ajánlotta a menetjegyeket és a helyjegyeket az ünnep előtt megváltani. A munkaszüneti naphoz kapcsolódó változásokról bővebb információt a MÁV Start ZRT honlapján találhatnak az utasok. Döntetlen. 11-11-es döntetlennel ért véget a Due Mars Graphics női vízilabda együttesének legutóbbi mérkőzése. Mihók Attila tanítványai a BVSC együttesét fogadták a Fabó Éva sportuszodában, és a végig kiegyenlített találkozón az utolsó negyedben két gólos vezetést szereztek. Ám a jól hajrázó fővárosiaknak végül sikerült egyenlíteni. Főleg távolról ment jól a góllövés a Due Mars Graphics női vízilabda csapatának a BVSC elleni hazai találkozón. A mérkőzés során végig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Mindkét együttesnek volt válasza ellenfele góljaira, így a végeredmény is ennek megfelelően alakult. A meccs döntetlennel ért véget. Azt gondolom, hogy mi lehetünk vele az elégedettebbek, persze ez nézőpont kérdése. Az egész meccs egy hullámvasút volt, nem lehetett tudni, ki jön ki jobban ebből a hullámvasútból, de azt hiszem mindent látva ez így igazságos, hogy döntetlen lett. Mihók Attila. A dunajvárosi csapat vezetőedzőjének véleménye szerint elsősorban az emberhátrányos játék rovására írható, hogy nem sikerült megnyerni a találkozót együttesének. Keményen oda tettük magunkat mi is, az ellenfél is, de azt gondolom, hogy az elvárás mind a két csapattól. Az eredmény azt gondolom, hogy a teljesen reális a két csapat reményeit és elvárásait figyelembe véve. A mai mérkőzésen úgy érzem, hogy egy picit közelebb álltunk a győzelemhez. A végjátékban két góllal vezettünk, de az emberhátrányos védekezést nem tudtuk jól megoldani, ezért kicsúszott a kezünkből a győzelem. A Due Mars Graphics női vízilabda csapata jelenleg a bajnokság harmadik helyén áll. A dunajvárosiak következő mérkőzésüket szombaton a Szeged vendégeként játsszák. Ketten a keretben a dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia játékosai közül Dávid Azari Fruzsina, valamint Kovács Anna is meghívást kapott Kim Rasmussen Európa bajnoki keretébe. Az Európai Kézilabda Szövetség által most nyilvánosságra hozott 28 fős listából kerül ki az a 16 fő, aki részt vesz majd a decemberi női kézilabda Európa bajnokságon, amelyet Svédországban rendeznek. A magyar válogatottat a C csoportba sorolták, ahol Csehországgal, Dániával és Montenegróval küzdenek a továbbjutásért.
Pénteken reggelre párássá válik a levegő, néhol köd is képződik. A párásság megszűnése után felhős és napos időszakok váltakoznak, eső nem alakul ki. Reggel általában 0 és plusz 5 fok közötti értékeket mérhetünk, de a fagyzugos tájakon már fagyhat. Délutánra 10 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Következnek fő híreink még egyszer, röviden. Közgyűlés. Újabb gyűjtő akció a jelenleg is Kínában tartózkodó Pecsét István további gyógykezelésére. Virágosítás. A 17. alkalommal megrendezett versenyre összesen 85 pályázat érkezett különféle kategóriákban. Döntetlen. A női vízilabdázók 11 gólos döntetlent játszottak a BVSC csapatával. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.